történelmi sétára hívja a nézőket a Duna csatorna. A rendhagyó történelem óra sorozatban az 1956-os forradalom és szabadságharchoz kötődő helyszínekre látogat el egy középiskolai csoport történelemtanárával és Nagy Feróval. Vendégünk a Kossuth Díjas énekes dalszövegíró, Isten hozott nálunk. Sziasztok, és mindig egy érdekes és izgalmas feladat, hogyha az ember fiatalokkal, diákokkal, gyerekekkel veheti körül magát. És hogyha két ilyen fontos téma találkozik, mint a magyar történelem jelesül most 56. október 23-a és a diákok, akkor ez mindig valami nagyon izgalmas dolog. Hogyan látod a fiatalokat, mennyire ismerik a történelmünket, mennyire érinti őket a történelem, és hogy fogadtad a felkérést? Hát először is nagyon örültem, hogy engem hívtak meg, és hogy akkor én megoszthatom azokat az élményeket, amiket én 1956-ban 10 évesen megéltem. Általános véleményem az a dologról, hogy nem eléggé neveljük a fiatalokba ezt a dolgot, hiszen az a világ, az tulajdonképpen már megmagyarázhatatlan. Tehát azt elmondom valakinek, hogy még 65-ben is négyen ácsorogtunk az utcán, akkor odajött a rendőr, és azt mondta, mi ez a csoportosulás? És akkor mi elhúzottunk rögtön, mert tudtuk, ha nem, akkor még egy verés is jöhet. Tehát nem lehet elégszer beszélni róla, de itt a forgatáson mit tapasztaltál, mennyire érintette meg őket, amit láttak, és aztán persze beszéljünk arról, hogy téged mennyire érintett. Igen, és talán nem az elégszer itt a hangsúlyos, hanem a hogyan. Igen, mert hogy valahogy azt a hangulatot, vagy azt a milliót kellene a fiatalokkal érzékeltetnünk, amiben egyáltalán megtörténhetett 56. Én úgy láttam, hogy ezek a lányok, fiúk nagyon, nagyon érdeklődtek, sőt, tulajdonképpen a forgatási nap végére már egészen összehaverkodtunk, már tényleg olyan volt a hangulat közöttünk, mint a barátok lennénk. Én azért voltam, mondom, azért vagyok ilyenkor mindig zavarban, mert nem tudom, hogy érthető-e, nem, a mai aggyal felfogható egy fiatal számára, hogy az egy milyen világ volt, milyen rendszer volt, és ezért nagyon nehéz. Nem győzöm elégszer a szájukba rágni, de ez így volt. Tehát itt tudom, hogy bevonták az útleveledet, és akkor jön egy kérdésre, hogy és kértél másikat? És ott álltam, hogy hogy kezdjem el elmondani neki, hogy be voltam zárva egy picit ebbe az országba, amúgy is be voltunk zárva. Egyébként ezzel kapcsolatos személyes emléked is feltört a forgatáson. Igen, egy csomó mindent elmeséltem nekik, hogy mi volt. Még az is, hogy én 10 évesen már emlékszem rá, hogy bementünk a belvárosba apám felvenni a fizetését, mert a fizetés az meg járt, mert különben éjjel haltunk volna. És akkor úgy elmondtam nekik, hogy ott mi történt, hogy egy lövés dörrent, akkor mindenki beugrott a kapu alá és leste, hogy mi történik. Aztán kiderült, hogy két nemzetőr lőtte egymást, mert az egyik azt hitte a másikról, hogy ávós. Na most ezt úgy kell mondani a gyerekeknek, hogy egy forradalomban kegyetlenül ölték az embereket. Tehát ha valaki gyanús lett, lelőttik. És a forradalom mind ilyen. Na most ezt, hogy ők mennyire értik meg, én legalábbis mindent elkövettem ennek érdekében, hogy azt értsék meg, hogy az egy ilyen rendkívüli helyzet. Számodra melyik volt a legmeghatározóbb élmény a forgatáson, melyik volt a legmegrázóbb helyszín? Azt hiszem, amikor kinyártunk a Nagy Imre sírjánál, és akkor ott tényleg olyan sírokat láttunk, az mind nemzetőrök voltak, vagy éppen magasrangú politikusok. Tehát, hogy az eleve engem egy temető, az mindig felidegesít. Mert arra gondolok, hogy előbb-utóbb én is jövök. Tehát, de ott az, tehát, hogy névtelen sírokba temették őket, ez úgy volt. Abban a hideg őszi szélben elhantolta őket, és még azt is tilos volt tudni, hogy kik vannak hova rakva. Azt csak ők tudták, a hazavárolók, csak ők tudták egyedül. És ezt elmagyarázni nekik, hogy ez a családjának, meg egyáltalán nekünk, felnőtt embereknek, hogy ez mit jelentett, nagyon nehéz. Igazából sok ilyen történelmi film kéne, hogy vegyék észre, hogy,
hogy ez egy olyan rendszer volt, ami felfoghatatlan. Mire a mostani európai rendszer felfogható? Bocsánat. Vannak rendszerek, amelyek felfoghatatlanok, és vannak rendszerek, amelyeket jobban meg tudunk élni, amelyekben jobban élhetnek az emberek. A Beatrice-nek is voltak korszakai, voltak rendszerei, és lesz egy 45. születésnapot ünneplő jubileumi nagy koncert is. Erre hogyan készültök? Hát ez decemberben lesz, ugye az MVM Domban. Én már megterveztem a dolgot, ebben benne lesz minden, amit mi jelentettünk, még a szocializmusban is, tehát igazából úgy kell elképzelni, hogy két hatalmas csizma lesz a színpad két szélén, ez egy katonai csizmák. Az egyiken lesz egy sarló kalapács, a másikon pedig hát az amerikai lobogó. Mert ha belegondolunk, akkor éljen és virágozik a magyar, amerikai, szovjet nép megbonthatatlan barátsága. És ezt azért én ezt mutatni. Ez a megbonthatatlan azt jelenti, hogy rátelepszik egy nagy hatalom egy kis országra, és azt kell csinálja, amit ő mond. És ez nem barátság. Az igaz, hogy megbonthatatlan, de nem barátság. Sajnos a történelemből ezt is tudjuk. Nagyon köszönjük, Feru, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a lehetőséget.